Jó napot kívánok! Ön a Telekom ügyfélszolgálatát hívta. Abban az esetben, ha készülékével van probléma, kérem, nyomja meg az 1-es gombot. Nanyukám, mindenki megvadult a főzéstől, hát lehet, hogy ma is lesz egy kis gasztró, ugye? Előkelően egy gasztró. Marra gondoltam, hogy ratatouille-t fogok készíteni, ugye, ahogy a telekomos nő mondaná. Figyelj, valami óriásiba leszek. És mit szóltok, milyen gyönyörű időnk van? Itt a tavasz, dagada! Tudod, már mondtam párszor, nem figyelsz, hogy itt a tavasz! Betaran, drága követőim, ez rajongóim, bekövető, lekövető, elkövető. Itt vagyunk a Pioneer filmnél. Anyukám, itt készülnek, tűnőnek? Fölbe. Figyelj, megállás, menetbe vagyunk. Gyönyörű, itt vagyunk Kicánál, mert most kezeld el, hogy a szaszplantnak. Ja. Befotózzuk a virágokat. Várjál, erre jövök inkább. És itt van a Ica. Most mindjárt meglátod, hogy kiről beszélek. Figyelj, megőrülsznek. Meg itt van a Nadika, maga a szaszplantos kis hölgy. Pifanyukám, nézd oda. Tess, ugye, itt van az a bizonyos Nadika, ugye? Meg a Ica. És itt, jaj, Istenem. Nézd a Levikét a csokorral? Hát nem is hiszem el. Nagyba van, ő is. Te hova menekült, Nadika? Már benne vagy a kamerában. Zófikám, kicsi szívem. Oda nézd, mibe vannak. Szia. Na, drága aranykövetőim, és rajom, elhoztalak titeket egy fotózásra. Nem hallasz semmit, mert Ica ordít mellettem természetesen. Hogy néz ki most? Például, látod, hogy modell munka ez például? Látod most, hogy a Sasplant virágszalonnak dolgozunk, itt röhögcső mellettem a szaszplantos nő, Nadika, és például látod, hogy ezt a kisanyukán be kell fotózni, ha rájön a mi az Isten, Valentin nap, tudod, nagy szerelmes nap, ezt a hülyeséget, mindegy, bizniszből jó. Nem, rózsát ne vegyenek, azt kifejezem. Rózsát ne vegyenek, miért ne vegyenek rózsát? Mert nem tudnak annyit, nincs annyit. Közelebb, hogy elvássák, amit tehát az kiállítják a képből. Balzat, a koszorú nem látszik. Az nem. Zsófit megfordítja, fölökösködik. Mondjuk nála vagyunk, úgyhogy kúst akar. A Benji a kis hölgye, a koketta, amit nem mondják, hogy pedig állítólag párkapcsolatban van. Julikával. Anyukám, olyan ágygyakorlatban vagyok, hogy megőrülsz, megvadulsz. Édesem. Hát nézzek, ő meg kokettál. Torna edző, anyukám. X-ezerért. Megy érted a csajozgatást. Tanítvány meg le van arva. Tudtál, mibe vagyunk. Mindegy, tegnap ebbe a gömbbe feküdtem, így zattam, ez magyarát. Ma meg bodybuildingezem, kapaszkodjál meg. Ki a nő? Ki lehet a kis hölgy? Benji. Nagy. Na most már csajnak annyi. És várok a WC-re, de tornaedző egy másik. Most milyen zenét csináltam? Gyere ki, mert rádrugok kettőt, akar ki is lehet. Te szétkaplak, széttéplek. Nem mer kijönni. Beragadt a rettyóra. Nézd meg, hogy meg ott magyaráz. Hadd én nem nyomunk le egy kört, viszont. Nyomjunk le egy kört. Hát egy igazi bodybuilder. Hallott, tudod, mit intéztem? Na, mit intéztem? Széttéplek, szétkaplak, sanka. Tényleg. Ezzel nem tudok vitatkozni. Tessék, parancsolja Benzinél. 20% kedvezményt beintéztem az anyád úristenit. Na jó, van, megyek, uram. Akarod látni, mit mi velek, na taka. Fetsz, kimehetsz, holnap után bejöhetsz, cérnára, cinegére, ugor, cica, az egére, fuss. Patik, bukolva vagy.
jó pofa vagy, Csanyi, kitalálod ezt, hogy jaj, te akarsz jönni dolgozni, és utána meg hisztériázol, hogy nem. Ide beszélj a kamerába, követővel, rajongóval. Hát egészen oda vagyok, jó reggelt kívánok. Ja, gyönyörű, hű, kiveri a nap a szememet, jaj Istenem, micsoda angilalis időnk van, hát sajnos ők már ugye, hát én is nagyon sajnálom a Brexit-et, ugye, vagy a Brexit, ugye Brexit-nek mondja Aranyréka, drága tornászanyám, figyelj ide! Ne legyen osz kedved azért, mert ilyen az idő, tényleg ne legyen, mert rád, én is meg akarom, és jó kedvű, és mi, figyelj, nem tudod, aki, anyukám nincs képbe, de nem te 35 éve, nem én Magyarországon, azt mondja, figyelj ide, van egy cilláros, aki gyönyörűen felülítja a bronz cillát a Rudas László utcába, mondom, szuper Mari, megint csak nem tudom, hogy melyik utcáról beszélsz, hol vagyunk egyáltalán. Jaj, a Rudas László, hát átmész az Élmunkás hídon. Figyelj már, követő, segítsél már rajtam, hogy melyik a Rudas László és az Élmunkás híd, el vagyok tévejedve. 40 fölötti, 40 pluszos követő tud segíteni, taka. Jézus, ja, várjál már, mondom, taka. Na anyuka, ezt nézd meg, hí, ezt, pifanyukám, mi van ott? Na, mi van ott? Hát anyukám, a országház. Megy ott a puposzkodás, majomkodás idegbe, meg a sárga villamos, ugye? Olyan teszem, úgyhogy Jézusom, várjál már, kieszik a mobilos, itt vagyok. Pardon, nem kell megijedni, öreg Cilla helyén van. Menetbe vagyok már megint. Jaj, ne. Ezt tudod, hogy ez az Oceanus? Ez nem, ez a CC. Ez a CC word, ez egy nagyon kedves kis hölgy küldözgeti nekem, szuper. De ez a másik, ez az Oceanus, tudod, ezek a műanyagok vannak anyukám benne az óceánba belaszkodva, és amiket kiszednek, abból csinálnak, és lehet ízni, charityzni. Charityzzél! Ja Istenem! Jó, pardon, elkalandoztam már megint teljes őrületbe. Fú, te azt mondjátok, hogy izé olvad le a sertésem, az nem tudom, nem veszem észre. Most lehet, hogy szigorú vagyok önmagamhoz. Figyelj, le kell dobni plusz 10 kilót, aztán szállj utána olyan menete. De képzeld el, hogy azt néztem, hogy az ember mennyire hülye önmagával szemben, hogy egy ilyen 15 évvel ezelőtt is mindig azon voltam, Cilla, nem igaz, pufat vagy. És nézek egy ilyen 10 évvel ezelőtti videót, figyelj, ilyen vékony voltam. Lehet, hogy most is olyan vékony vagyok? Ki tudja? Taka! Na jó, van menet! Na, Jézus, ide járt! Ide, ebbe az utcadába járt az öreg Cilla beversenyezni. Komjácsi Bélába. Ó, Istenem, mennyit állandóan itt kellett lenni, megőrültem, megvadult. Akkor azt mondtam, Cilla, egyszer fönnősz, nem kezd korán, szájébb. Arany követtém, és rajongom. Elnézést, a sminkből kijövő. Anyukám, a kis Márk megöltöztetett, mint a rossz pisztát Jézus neve napján. Hát kérlek szépen, arról van szó, megmondom őszintén, engem, mert beszippantott a média. És hát, inkább olyan emberekkel vagyok, nézzek? Fagy, mint a szembenekedét, a kábelancsát, a hajós ura. Kis Márk ott van hátul. Hát nagyon cipáljuk meg engem egy szlankét. Itt vagyunk. Na most itt, inkább olyan nézébe csapat. Csapattársam elaludt, oda néz. Nézd, már bemondtad a gangsta, drága testvérapám és a gyerek. Na mindegy, jó van, nyugi, nem akarok én zavarni. Hát drága követői, mit tartunk? Kezdő. Hát én ezt szabad akaratomból vállaltam ezzel a nővel. Nem is hiszem. Várjuk a Majkát, egyetlen egy sztárra várunk még, aki nem ért ide, de van, aki dolgozik, ugye ezek meg naplopók, ennek semmi dolga, neki saját műsora van, úgyhogy addig várjuk, hogy ideérjen, én gyönyörűen meg... Management. Ez már ködbéres lesz. Ez már ködbéres. Ez már management. Ha idegbe vagyunk rakva. Megyek be a füstbe, nézd meg, nem egész nap. Erre van eszük. Ancsán mondja valamit erre, hogy... Nem tudok mit mondani. Ne, és te vagy. Nézd meg, nem fordul meg. A szépségem. Anyukám, neked szájén. Mindegy, jó lesz. Figyelj, meg fognak unni, mert úgyis csak velem fogsz mindent csinálni. Gyere, te vagy! Te eladd a hájamat, Markolásza. Ezt nem hiszem el.
Köszönöm szépen!